Feloldottuk a merülés képességeit, és ezzel teljesítettünk további pályákat itt az első világba. Innen folytatjuk az utunkat, itt lehet a kapukat váltani, hogy hol menjünk ki. Menjünk ezen az oldalt ki, és akkor eljutunk Moneybagshez, akivel lehet beszélni. Mondd Spyro, látod itt ezt a nagy falat? Lefogadom, alig várod, hogy megtud, mi van mögötte. Esetleg 6 pár gyémántot talán lejjebb engedhetem neked. 400 gyémántért lehet feloldani ezt a kaput, és mögötte lévő víztornyok, vagyis az Aquaria Towers című pályát fel lehet oldani. Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Spyro végigjátszás részben. Te is látod már, nézzük, egy kis vizecskét ad meg. Most ad neki egy kis vizet, de csak kötekedik. Most sem tényleg adja a vizet? Na, akkor adjál egy kis. Mit csinálnak itt? Ezt nekünk meg kell javítani. Te is váltod már a Spyro következő részét, akkor egy lájkot dobhatsz, és mindennapi platformer játék videókért feliratkozhatsz. Hát ennyi, mit tesztek itt ezekkel a kis tengeri csikókkal, fodros, de jó, hogy lefordították a neveket is, ez jó. Nem tudjuk visszacsinálni, ha csak valaki nem kapcsolja be a kapcsolókat, amiket őriznek. Oké, hát akkor tegyük ezt meg, illetve hoppá, na mi újság veletek, itt vannak nekünk. Wow, de érdekes! Jó, akkor itt még szétnézhetünk, mert amikor majd tele lesz itt vízzel minden, ez egy elég jó kis egyedi pálya, tényleg a vízszintet fogjuk megemelni, akkor hát kicsivel nehezebb lesz majd a megoldása annak, hogy az ilyen rejtettebb drága köveket megszerezzük. Habár itt van Sparks, ő majd segít, de azért mégis először ott úgy végig sétálgatok. Aztán amikor így megnéli a vízszint, ez igen, így már mehetünk akkor tovább, mert ez megemeli azt a szintet, ahol mi járkálgathatunk, vagy illetve úszkálhatunk, és akkor teljesíthetjük így ezt a pályát is. Amire itt nekünk figyelni kell, az, hadd nézem meg, egy kihívás pont a víztornyokon, égesd el a hínárokat, a hínárok pedig azt hiszem itt is, vagy, opa, itt van például, ez nekem eléggé kitűnik, ez a hínár, és ezt egy képességgel lehet majd, amit feloldunk majd 14 ellenfél legyőzése után, az itt az elején lehetett látni, ami pontosan itt van, tehát itt lesz majd az a képesség, de jelenleg csak 3 ellenfelet győztem le, tehát még az nincs meg. Ez a kihíváspont, viszont van még nekünk egy achievement és trófea is, amit majd megszerzek, ami arról fog szólni, hogy a robot cápákat győzzem majd le, hát az is meg lesz, csak először még el kell jutni oda is. Tehát a fő célunk az, hogy segítsünk a tengeri csikóknak, azzal, hogy a víz szintjét visszaállítjuk, az a talizmánért, de természetesen mi a 100%-os végigjátszásra megyünk, úgyhogy minden további dolgot is megszerzünk, ahogy a PlayStation 1-es játékban is ezt megtettük. Azt mondja, itt egy élet, amit elkérek. Odalent látszik, hogy vannak ott még nekünk ellenfelek, illetve itt vannak azok az ellenfelek, akiket csak úgy nem tudunk legyőzni, a robotcápák, majd visszatérünk. De először akkor megnézem itt a víz alatt, hogy milyen teendőink vannak. Az ellenfeleket legyőzzük, illetve itt vannak gyűjteni valók, jó, a drága kövek formájában. Vissza is fogjuk szerezni azt a 400-at, amibe került ennek a pályának a feloldása. Hát Moneybags az ilyen, szóval ezt bele kell kalkulálni, amikor vele üzletelünk. Jó, akkor nézzük itt a tornyon belül, fentebb tudok jönni. Oké, aztán merre van még nekünk lehetőség tovább? Ja, itt, jó. Aztán ide leugorhatok, egy drága kövér meg a másik oldalt, itt van összesen 4 értékben, és ide pedig mehetek nyugodtan, igaz, ez nem robot cápás, ez úgy tűnik nem olyan. Ez inkább ilyen ellenfelesnek tűnik, na menjünk, akkor menjünk neki, jó, de jó. Megpróbáltam kikerülni a támadását, illetve ezeket is legyőzem a plafonon, és akkor majd keresek majd egy kis báránykát, hogyha majd lesz itt, de először így, jó. Aztán, hogy nézzünk szét, hova jutottunk ki. Itt van már Moneybags, mert megint itt van. Akkor csak elveszi a pénzemet, de ezt a jó kis járgányt fogjuk feloldani, mert ahogy láthatjátok, odalent is szintén robotcápák vannak.
Pénzes zsák. Szervusz Pyro, úgy látszik, itt nehéz lenne átjutni neked. Mi sajnálatos, hogy nem tudsz keresztül úszni a fém cápákon. Gondolom, kölcsön tudnám neked adni a tenger alatt járomat. Egy kis juttatásért cserébe. 100 gyémánt, na akkor adjuk oda. Öröm veled üzletelni, Spyro. Ez a tengeretél 100%-osan cápa biztos, garantálom. Na akkor garantáljad is, mert ha nem, akkor hoppá, itt most ez megy magától, mi nem szólhatunk bele, viszont azért majd annyit lehet tenni, hogy eljövünk ide, legyőzzük majd a cápákat, és megszerezzük a drága köveket, amik ide lent vannak. Tehát így akkor mégiscsak egy 100-as mínuszba leszünk, de hát semmi gond nincs. A helyzet az, hogy én leugorni még nem akartam volna, de ha már így tett a játék, akkor legyen így, és akkor szerezzük meg itt, amit meg lehet szerezni. Majd úgyis fel tudunk úszni, hiszen lesz nekünk arra lehetőség, mert a vízszintet úgy megemeljük, hogy teljesen körbe lehet majd járni az egész pályát. Jó, tehát ide megemelte a vízszintet, itt vannak nekünk azok, és ide lentre pedig lemehetek, vagy már jönnek a robot. Jó. Én oda nem megyek, hanem megyünk inkább tovább ebbe az irányba, így mi le is győztük, és akkor, ahogy látszik, itt van nekünk a kis zászló, ami azt jelzi, hogy ez a csikóhal már eléggé kedves, a világunk ismét nedves. Viszonyok talizmánja emlékként itt is van, valójában a pálya az ennyi volt, hogyha csak a sima végigjátszásra mennénk, de megyünk és kifullozzuk, maximálisan teljesítjük ezt a pályát. Egyébként is van azért még mit tenni, például egy Sparksos gyógyítás, oké. Most kezdődik igazán még a dolog, hiszen feloldottuk ezt a lehetőséget, hogy mi most már akkor tudjunk lőni így a víz alatt is, és ez pedig elég sokáig tart, tehát mehetünk és legyőzhetjük a robot cápákat, meg minden fémes dolgot, amit csak gondolunk. Az nem nyitható, nézzük pedig, itt vannak olyan tornyok, amiknél fel, vagy majd később nyílik ki, várjál? Nem emlékszem már pontosan, de tudom, hogy van még a király is itt, na menjünk és induljunk el mondjuk ebbe az irányba, ahogy kezdtük mi ezt. Az első, amit láttunk, az itt voltak a robotcápák, úgyhogy kezdjük el lövöldözni azt a pontot, ahol ők ott köröznek, és belemennek ők maguktól, tehát nem kell itt nagyon túl gondolni ezt. Miután legyőztem őket, lejövök akkor ide a drága kövekért, és akkor itt van az első, na most már jobban látszik, ez az első, amit elégettem, és akkor figyelem majd még a pályát, hogy hol van olyan pirosan ízik valamilyen szinten az a vízi növény, amit nekünk egy achievementért, illetve trófeáért el kell nekünk égetni. Vagy az nem is achievementért, hanem az a kihíváspont, összekeverem, az achievement, az a robot sárkok. Na menjünk, nézzük itt a következő, az itt van, ezt láttam úgy először, aztán akkor ahogy úgy mondtam, hogy itt ide lent is van egy, ahol a cápák voltak, illetve akkor így itt egy vagy kettő volt, ahogy szétnéztünk itt. Jövök ide Moneybagshez, ahol itt így itt lesznek. Opa, nem kell annyira bemenni. Itt kell nekem akkor lelőni, ahol itt vannak ezek a cápák, hogy le tudjak ide ugorni egyáltalán. Jó, akkor őket legyőztem. És akkor itt vannak még, látjátok ott 1, 2, 3. Itt szét kell nézni, hogy merre vannak. És akkor hát legyőzöm a cápákat is, meg a drága köveket gyűjtögetem. Ezt így kell csinálni, mert ahogy megyünk tovább, ott még vannak cápák, jó, nem menjünk oda, de ott még akkor azokat a növényeket is elpusztítjuk, csak hát így az a helyzet, hogy vissza kell mindig menni oda, és akkor gyorsan jönni. Akkor ezt is ellövöm, jó, aztán itt elkezdem lövöldözni őket. Talán ez az utolsó, vagy van még? Nem, ez az utolsó, Lockjaw nevű achievement meg is van. Jó, és akkor itt így keresztül is mehettem, jó? Tehát akkor itt a drága kövek kellenek még itt. Aztán ahol ott van a hazatérés portálja, és ha ebben úszkálunk ebben a szobában, akkor itt fölfelé ki lehet jutni, és akkor így megláthatjuk valójában ez a vízitornyok, ez hogy néz ki. És láthatunk itt is ilyen növényeket, ott is egy távolba is, tehát jövök, hozom a képességet és leszedem akkor. Majd utána foglalkozok a feladatokkal, illetve a drága kövek gyűjtésével, ott annak annyi, ez a következő ennek is. Aztán látok itt bal szélen egyet a távolba, eljövök érte, ez megvan, fordulok, itt is van egy, ezt is elégetem, fordulok itt
balra megint, itt is van egy, fordulok jobbra, megkerülöm ezt a tornyot, itt is, és ha minden igaz, kihíváspont megszerezve, ezzel megvolt az összes. Összegyűjtögetem most már akkor a drága köveket, összetörök itt mindent, meg így akkor gyűjtöm őket. Sparks mutatja egyébként, de hát még amíg látom, hogy merre vannak, addig nyugodtan csinálom ezt. Ide fent is vannak a tornyok között, ide is érdemes feljönni. Itt rejtőznek még finomságok. 10-es, 5-ös, 10-es. Itt van nekünk Hunter, és úgy látszik kettő darab gömbös kihívása is van. Na nézzük. Próbáltam megszerzíteni az új ördögrája kis átomat, de nem akar szót fogadni. Te pont megfelelő mértőnek nézel ki, hogy meglovagolhasd. Az tuti! Na lássuk! 2-es nehézségi szint. Át kell menni ezeken a buborék gömbökön, 2/9, hát ez nem lesz túl nehéz, úgy érzem, habár kicsit furcsa volt ott az előbb a kamera nézet, tehát hogy legyen benne legalább az egész, tehát ki tudunk kerülni nagyon így a nézetből, 9/9, ez nem volt kettes nehéz, habár lehet, hogy egy kicsit igen, gondolom most vársz is valami cserébe itt egy gömb. Oké, ez egy. Most, hogy formába jött, tök jó lenne vele versenyezni, benne vagy egy nehezebb menetbe, simán, oké, sok sikert, amúgy nagyon jók a válaszok, ez nem sokkal nehezebb, mert ez 3-as csillag, lássuk akkor itt 17-et kell, na jól van, és ez csak 3-as csillag. Figyeljünk oda, kövessük azt a csikóhalat, és menjünk át a gömb... na ez tényleg... Na itt kellett volna, hogy... Oké, de meg lesz ez, jól van, csak oda kell figyelni. Meg hát meg lehet próbálni ezt többször is, hogyha nem sikerül elsőre. Meg is tettünk egy kört, visszakerültünk Hunterhöz. Ide a jutalmat, köszi a gömböt, így bizony. Ezzel pedig akkor befejeztük Hunter kihívásait. Itt volt még a király is, hát nézem, itt van, neki is van egy kihívása, minden igaz. Flippy király, vízimunkások elrabolták 6 gyermekemet, és elrejtették őket számozott tornyok legtetején. Ezért emlékeztem én arra, kölcsönöltem pár robbanóanyag tornyok kapuját szabaddá tegyen. Ezért emlékeztem én rá, hogy valahogy a toronyba be kell menni. Eljutsz minden 6 számozott torony legtetejére, a gyermekeim biztonságban lesznek. 4-es nehézségi szint. Hát igen, mert több is van és el vannak rejtegetve. 1-es számú. Megyünk ide be, fordulunk föl, wow, a kihívás, ne várjuk meg ezt. Utána pedig nyomás, megvan. Az első, nyílik a második, 1/6, jó. Tehát itt tényleg jó tájékozódó képességnek kell lenni, hogy tudjuk, hogy merre van. A 2-es torony például, meg a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, de ahol mi járkáltunk, ott meg lehet majd találni. És itt pedig a kihívás az pedig így néz ki, hogy át tudunk-e menni ezeken az időzített csapdákon. És akkor úgy kiszabadítani. Hát hozzá kell érni a kiskölyökhöz, aztán így megvan harmadik, és ott lesz mögötte majd a negyedik, tehát az úgy könnyű. Az, hogy jól látom, a kezdői szobában volt, tehát ahol én megérkeztünk. Ja, itt van, ahogy lejövök, már is itt ez a 3-as kapu. Na, lássuk akkor ez a kapu, hogy egy rák ellenfél van ott. Hát jó, az nem okoz nekem gondot, nem muszáj neki menni, nincs nála semmilyen pont vagy valami, de hát legyőzhetem, így már ez a 27-es ellenfél itt. Hadd nézzem itt a 4-es számú torony, az itt volt pont mögötte, szóval ez így egyszerűbb. Hadd nézzem, hogy váltakozik. Van egy itt lent, ja nem, 3 is van, az a legbelső. Hadd nézzem, ott az első, középen második, tehát itt 3 ilyen rács van, amin keresztül kell menni. És utána tudjuk elérni azt a kis kölyköt. 4/6, nyílik az 5. kapu, ami fölött, mintha nem is lett volna 5-ös. Mindjárt megnézzünk, csak menjünk át. Ja de ott van, csak nagyon magasan van az 5-ös. Jó, hát tovább kellett úszni, aztán eljutottunk ide. Lassan, túl sok, gyorsan indultam el. De nincs ebből gond, mert már is itt vagyok. Egy sebzést kibírok, és itt az utolsó 6. Gyógyítom Sparks-ot, és az utolsóhoz szerintem tovább kell még úszni. És utána találom majd meg. Itt így tovább a robó sárkok, vagy ez a tenger alatt járó, vagy hogy nevezhetném. Az után tovább, ha kijövök, akkor elvileg... Ja, itt ide lent, ez a 6-os számú, jó. Itt is vagyunk akkor. Na nézzük az utolsó, mennyire lesz nehéz. Ja, mozgó! Úgy tűnik ez ilyen mozgó csak. Wow! És utána indul egyből magától, innen lentről. Tehát így körbevesz, egy mögöttem, meg úgy előttem megy, de hát a lényeg, hogy ez volt az utolsó, így a király azt mondja, hogy megcsináltam, most már békében úszkálhatunk, úgy hallottam, gyűjtöd a gömböket,
Tessék, itt van még egy. Jó, ezzel akkor megvagyunk. Ugyanis minden gömb begyűjtve a pályán, viszont vannak még akkor nekünk drága kövek. Ezek a drága kövek pedig itt az ötös torony mögött van, nem? Ott, hadd nézem a szanyas torony. Az ötös torony mögött itt vannak néha, hogy elbújtak már előle. Na jó, ezek voltak az utolsók, pont két utolsó, 400x400 pálya teljesítve, ahogy látjuk 100%-ra, és még a kihívás is kész. Úgyhogy jöhet a hazatérés. Na nézzük ezt a videókát. Hoppa, ott van egy robot szápa. Jajaj, csak szavarakozik vele, megijesztete. Hoppa, az már egy igazi jujuj, ez már meg is tudja harapni. Oké, akkor visszaérkeztünk, hát itt akkor gyűjtöm a drága köveket, amik itt voltak, ahogy megnyitottam ezt a helyet, illetve hát megérkeztem ide első alkalommal, és akkor kifizettem Moneybags-nek, pénzes zsáknak azt a kis jutalmat. Jó, aztán ha ebbe az irányba megyek, akkor itt lesz majd a boss, de ahhoz még nem megyek, hiszen kell még nekem egy pálya itt, úgyhogy tegyük meg azt, hogy a másik oldalt indulok el, és felmegyek a lépcsőn, ahol itt fejeztem be, azt hiszem, pont így kinéztem az ablakon az előző részt, na de ott voltunk, és ott maradt egy drága köv, na nem baj, a lényeg az az, hogy jöjjünk ide Elorához, kérdezzük meg, mi a helyzet, elképesztő Spyro, nálad lévő gömbök aktiválták ezt a különleges kaput, az óceán versenypálya, ez lett, amit kinyitott, óceán repülés. Van itt nekünk egy visszaszámlás, 30 másodpercről, illetve egy kihíváspont, hogy 1-10 alatt teljesítsem. Ez szerintem utána is lehet, tehát hogyha egyszer már teljesítettem, utána visszajöhetek újra, de ismeritek, hogyha a Spyro 1-et követtétek, hogy milyen ez az ilyen repülés, vagyis speedway-es pályák, vannak bizonyos tárgyak, gyűjteni valók, amiket így meg kell szerezni, gyűrűk, kapuk, hajók, mindenféle dolgok, és ezeket miután összegyűjtöttük mindet, azután teljesítettük azt, aki hoppá, egy ott lemaradt, mindegyik ad plusz 2, vagy hát mindegyik ad plusz másodpercet, a kapuk ezek plusz 2-t adnak, csónakoknál mindjárt megnézzük, ahogy elfújok egyet, az plusz 3-akat ad, de a lényeg az az, hogy összetörjük, vagy összegyűjtsük mindegyiket, és akkor teljesítettük, de lesznek itt még nekünk további feladatok is. 2 darab maradt még itt, azt mondja, hogy itt az egyik. Nem igaz, hogy azt nem fújta el! Ó! Na, az az utolsó, és akkor megvannak a csónakok is. Most pedig annyi van még, hogy ezeket az autókat törjük össze. A tippem az, hogy menjünk velük szembe, mert úgy könnyebb azért összegyűjteni őket, mint hogyha ők utánuk rohannánk, mert szembe ők velünk jönnek szembe, és akkor így egyszerűbb. 16,9 maradt még időbe, ez nem tudom, hogy csúcs, 1,15 ez a csúcsom, hát ezt megyek, hát most mondjuk kilépek, de hogyha megnézzük, akkor ez csak 50%-os teljesítés, mert még van egy gömb is ott, úgyhogy megyek vissza. Meg ott van a kihíváspont is, most már ezek nem adnak semmilyen időt, hanem a számláló most már fölfelé kattog, és 1-10 alatt kell nekem teljesíteni, úgyhogy én ezzel próbálkozom. Szerintem, hogyha ott azt a csónakosat jól csinálom meg, tehát úgy megyek, hogy egyből el tudom fújni őket, meg itt mondjuk nem esek így le, akkor szerintem meg lesz egyből az a kihívás pont, és akkor azt is le tudjuk zárni, de a gömbér is megy, meg lesz egy trófea achievement is, úgyhogy még van itt dolgunk. 1 perc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és éppen 1-10, nézd meg az időmet, 1-10-0-6. Ez tényleg szoros, ha most meg lesz még 2 kell, és 1 perc 3, 4, 1 perc 5, jó, meg lett ez az új csúcs, megvan a kihíváspont, tehát ott ki van pipálva, rendben. Aztán ami itt van nekünk, az egy kis szurkolótábor, én itt megállok, és akkor adok nekik egy kis pörkölést, még egy kis pörkölést, itt kell még pörkölgetni, így bizony. Nagyon jó szurkolás, köszönöm szépen. Achievement feloldva. Már csak egy valaki maradt itt, aki nekem azt a gömbös kihívást adja. Jó napot kívánok, Uszony királyné, gondolom most nagyra tartod magad. Lássuk, vagy-e olyan jó, mint a jelenlegi bajnokunk? Kész vagyok. Jól van, Spyro, ismerd meg a pálya bajnokát, a kihívás megnyeréséhez át kell repülni az összes karikán, de vigyázz!
Ha Hunter átrepül valamelyiken, az zsugorodni kezd. 4-es nehézségi szint, na lássuk, 0/20, Hunter ott érkezik, hát akkor a zsugorodás miatt nekem gyorsabbnak kellene lenni. Ha van mész oda fölfelé, akkor azt kezdjük el. Mit, egyenes? Jobbra le, vagy hova mész? Ha megismerem és megtanulom az ő menetét, akkor utána lesz a legjobb. Nézd meg, hogy befordul és nem arra megy, amerre én úgy látom a karikákat. Koncentrálni kell Hunterre. Egyébként akkor össze fog zavarni. Az most meg direkt nem zavart össze, ment szépen egyenesen. Ő is repülget, és van nála egy király kis felszerelés. Így kell repülni! Hunter nem nevez szárnyakat, hanem van neki egy ilyen kis gépezete. Ott ugye nem, de! Itt akar menni. Várja, hát remélem még ez nem volt sok hiba azzal, hogy én ott landoltam. De eddig mondjuk jó, 13, lássuk itt föl nagyon, aha, kifelé, aztán vissza le, hú, hogy ne tudjam követni, szándékosan csinálja, én ismerem már Huntert, 15, már csak 5 kell, úgyhogy ez úgy gondolom meg lesz, a zsugorodás nem túl gyors, de hogyha nem tudjuk követni Huntert, akkor összezavarhat minket, és akkor kihagyhatunk egyet, már csak 3 maradt, az meg itt van szembe. 1-2, és ott van bal szélen az utolsó, itt talán még meg is tudom előzni, hogyha így megyek. De ha nem is, szerintem nem volt cél, hogy hamarabb beérjünk, csak annyi, hogy összegyűjtsük. Elképesztő Spyro, nagyszerű repülés volt, itt van a gömb, és így lett 100%-os a pálya teljesítés. Rendben, akkor ezt is befejeztük. Lássunk, hogy állunk a nyár erdőbe. Még kell lesz a mászás, de még hát itt tudunk szerezni valamennyi cuccot. Itt lehet hallani igazából, hogy itt kattog egy gömb, ezért én teszek egy olyat, hogy kijövök az ablakba, aztán szétnézek, hogy itt nem lehet ugrálni tovább, de onnan abból az ablakból meg ide be lehet majd ugorni, tehát visszaváltom, lezárom ezt, mert úgy nyílik, nézzük meg azokat az ajtókat, szerintem látszik, még látják, ott látszik. Látszik, hogy ott van. Így, ha ez le van zárva, akkor a gömbhöz el tudok jutni. Innen kell nekem elrepülni. Ez mindig ilyen messze volt a PS1-nél is. Na menjünk akkor, tegyünk egy ilyet, egy ilyen háromszöges, és akkor így megvan még egy gömb, amit itt nyár erdőn lehetett megszerezni. Azt a drágakövet láttam, ez megvan. És akkor úgy vagyok, hogy 20 darab drágakövük hiányzik nyár erdőn, illetve egy gömb, ahhoz kell a mászás képessége, fénybánya, mászás képessége kell, napfény, strand, szintén a mászás, tehát egyébként minden megvan, és mehetünk akkor ide a bosshoz, aki a főellenségünk, itt az első főellenségünk, a Spyro 2 világába. Elora, mit mond? Ügyes vagy Spyro? Nálad lévő 6 talizmánnal ez az ajtó megnyílik, és akkor így mehetünk az első boss. Crash következik, azt hiszem, nem Crash. Crash az máshol van. Na nézzük csak, nézzük mi a helyzet. Hogyan érkezett meg Ripto és a szörnyetegei? Nézd csak, itt van Elora, összegyűjtöttek gömböket, Hunter és a professzor összerakták, a kapun keresztül egy portált nyitnak, koordináták kellenek, és akkor hát Hunter beüt valamit. Ne! Megnyitja a portált, és akkor lazán besétál nekünk egy valaki, Ripto. Hoppá, na mi a helyzet? Megijed, mert jönnek a csatlósok is. Jaj, szevasztok. Hoppá, észreveszi őket, és hát Hunter látja, hogy mit tett. Hol vagyunk mi? Hát ez itt Avalár, és ahogy illatolgat, jújjújjúj, Ripto! Itt nincsenek sárkányok? Ez a kedvenc helye Riptónak, sárkányok nélküli világ. Ide költöznek? Hát ez ennyi volt. Az új király az Ripto lett itt Avalárba. Gyorsan zárják be valahogy, hogy valamit csináljon. Crash elkezdi ott ütögetni. De a gömböket gyorsan a tündérkék elviszik, így akkor nem tudnak semmit hozni. Tehát a portál bezáródik, és ezért gyűjtjük a gömböket. Ez a sztori vezetés. Szegény Hunter, ajjajjaj. És ezért kell egy sárkány, mert mondta Ripto, hogy nem szereti a sárkányokat, és akkor ezért hozunk egyet, Spyro-t. Itt van Zuzo nekünk, Crash az első boss. Na lássuk akkor Zuzo-t. A feladat itt nekünk az Zuzo csarnokába, hogy sérülés nélkül győzzük le, illetve vannak még olyanok is, hogy ne gyógyítsuk Sparksot, az is egy kihívás.
Várjunk, hogy van? Egy, kettő. Ja, és utána kettő között lehet támadni. Ott van bal alsó sarokban, hogy hány életpontja van. Nagyon már nem emlékszem, hogy trükközik, vagy mit csinál, de ez most itt jó volt. Most ütögetés. Ja, irányzik. 2, 4, 6 darab életpont még. Na, hogy fog támadni? Nem végig ez a kék támadás. Szerintem ez változik még. Hát, ha nem sikerül egyből legyőzni úgy, hogy jó legyen, akkor hát úgyis visszatérek. De azért megteszek mindent, hogy... Opa, megváltozott a szín. Nem kék, hanem sárga, ami azt jelenti, hogy... Aha, tűzlabda. Tűzlabda támadás, és utána cserél helyet. Védőpajzs van rajta. Akkor megyünk most egy-egy gyorsan, visszafelé gyorsan. És utána támadok. Nem igaz! Na most gyerünk, itt vagyok a közelébe. Jó, meg volt még egy támadás. Utána jó. Aztán még mindig sárgás a portál, szerintem lesz belőle még egy ilyen támadás. Azt mondja, hogy jó, megint megy vissza, akkor megsebzem. Oké, wow, ez micsoda, követ, el akar kapni, úgyhogy szaladjunk, ahogy csak tudunk. Jó, oké, hát ez nem fog utolérni, ez az úzó maradott. Vergődik, aztán megsebzi saját magát, na mi van? Változik, oké, most kék portálon van, szerintem ez jelzi az ő támadását. Egy, aztán még egy, aztán három. Most kellene menni, nem értem oda. Lássuk megint három, de most sárga portál. Egy tízes, kettő tízes és egy harmadik. Most menne középre, de nekem nem menjen középre és engem se kergessen. Mit akar ez, mit akar velem csinálni? Úgy követ. Á, de túl lassú, túl nagy ehhez. Megint ütöget, aztán ráesik, nem tanult ebből. Lássuk a következő támadását, sárga, akkor gondolom lő egyet, lő kettőt, lő egy harmadikat, utána lép valamerre, és akkor így lesz vége. Ja, még nem lesz vége, mert még ezzel még marad egy életpontja, igaz? Ja, akkor nézzük merre áll ott most oda a kékre, akkor itt át kell ugrálni támadást, egy, aztán kettő, aztán három, jövök fölé, oda tépek egy lehelletet, és utána ez az utolsó kergetés, a minden igaz, mert ezzel már teljesen beterítjük Zúzót, mármint ő saját magát, de hát mi tudtuk így felbosszantani. Figyelj, meddig kell még mindig szaladgálok, meddig kell még? Meg kell állni, hogy megpróbáljon rám ütni, aztán úgy jó, vagy mi van? Hát itt szaladgálok már mióta, rá kell csalni valamire, vagy hogy van ez, hogy van ez? Hát ez beragad, vagy mi van vele, de még mindig így szaladgálok, sehol se. Hát akkor megállok, üssél rám, akkor hát ez nem igaz, hogy van ez, hát, na meddig, hogy van? Rá kellene még egyet fújni, vagy hogy, mit csinál? Jó, most csapott egy, jó, csak sikerült, megvan az achievement, oké, hát akkor engedni kellett, hogy közelebb jöjjön hozzánk, és akkor Crashnak annyi, Zúzónak vége, viszont Ripto, wow, nagyon mérges lett, de Spyro nem fél tőle, gyere csak elő, aztán legyőznénk mi. De itt van még Gulp, pusztítsd el, már is küldi ránk ezt a Gulpot, hát hiába, de most nincs idő erre, mert összetörik ezt az egész helyet, sajnos, vagy nem sajnos, de majd még találkozunk Riptóval és a kis társával. Megvan nekünk a guidebook, úgyhogy egy új fejezet nyílik itt, ezt lezárhatjuk egy darabig, Zúzó elintézve, és akkor money bags, na mi van már, jön megint pénzes zsák, és akkor a pénzét számolgatja, ott meg már mögötte, itt van Riptó és a társa. Tud egy-két mozdulatot, persze Riptót így elintézném mi, aztán amikor tényleg itt van Riptó, akkor meg ennyit erről, szóval átvette ezt a kastélyt Riptó, ez itt nekünk az ősz fenyves, ez itt nekünk a következő ilyen otthonvilág, ahonnan elérhetőek a pályák, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni. A lejátszás lista itt van mellettem, és akkor ezeket a király vadonatúj pályákat is végig fogjuk játszani. 100%-osan találkozunk legközelebb.